Sok szeretettel köszöntök mindenkit az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából. Megemlékezésünk elején énekeljük el. Célkitűzésekből alakult ki a 12 pont. Forradalmi láz söpört végig ezen időszakban Európán, de azt hiszem, kimondhatom, hogy ezen időszakból a magyar forradalom és az azt követő szabadságharc volt a legmeghatározóbb az egyetemes történelemben. A forradalmi eszméket olyan erőt üzelte, olyan erős nemzeti érzés, olyan hatalmas szabadság utáni vágy, mely nem tántorította el a forradalmárokat, a már első látásra is túlerőben lévő császári ellenséggel szemben. A 48-as forradalmárok tudták, mit kockáztatnak. Tudták, mivel fizethetnek. A legdrágábbal az életükkel. Ennek ellenére sem hátráltak meg, a haza és a magyarság előremozdítása érdekében. A kezdetben elért alkotmányos sikerek jogosan táplálták a reményt, hogy Magyarország független lehet nagyobb véráldozat nélkül is. De ez hamar illúzióvá vált. Harc és csataterek alakultak ki szülőföldünkön, és a magyarság felvette a harcot az elnyomó csapatokkal, és küzdött függetlenségéért, küzdött szabadságáért egységesen. Nagyon súlyos veszteségek és véráldozatok érték hazánkat. A szabadságharc elvesztését követő megtorlás hosszú évtizedekig gyógyíthatatlannak tűnő sebet ejtett a magyarságon. Szerte Magyarországon és a világban a kisgyermekektől kezdve az idős aggasztjáni március 15-én kokárdát tűz a magyar mellére, még ha külhoni szomszédai nem is tudják, hogy ezt miért teszi. Mi tudjuk, tisztelettől tesszük. Azoknak az ismert hősök iránti tiszteletéből, akik a forradalomban részt vettek, akik a szabadságharcban harcoltak. Olyan hősök ők, akik nem nyerték meg a harcot. Leverték őket, de mégis győztesek, mégis eredményeket értek el Magyarország fejlődésében. Kivívták a nemzet tiszteletét, és beírták nevüket a magyar történelembe. Ezek a hősök olyan tettet hajtottak végre, melyre büszke lehet, és legyen is mindenki. Ezért emlékezünk meg a 171. évfordulón róluk és tetteikről. A forradalmi eszmék szerzői a márciusi ifjak, akik közül igen meghatározó személy volt, Petőfi Sándor, Irinyi József, Jókai Mór, Vajda János és Vasvári Pál is.
A máciusi ifjak 20-30 éves fiatalok, akik között bizony voltak még nálunk fiatalabbak is, név szerint Hatala Péter, aki csak 16 éves volt. Ők hittek abban, hogy a magyaroknak joga van a nemzeti függetlensághez, az önállósághoz, a szabadsághoz, a szuverenitáshoz. Ezek ma is aktuális elvárások. Az ő változásra kiéhezett szemléletük és sokuk véráldozata kellett ahhoz, hogy kimozduljon az ország szekere a gödréből. Erőszakkal leverték a forradalmat, de nem tudták a forradalom előtti állapotot visszaállítani elnyomóink, kis idő múlva a rendszerben bizony változás következett be. Természetesen ahhoz, hogy a forradalmi eszünk ilyen nagy horderejűek és ilyen eredményesek legyenek, kellett még az összefogás és az egység is. Sajnálatosan tapasztalható ma is a széthúzás és ellenségeskedés magyar és magyar között. Ne egymásnak legyünk ellenségei az országunkban, vagy a településünkben, hiszen egyikben sem vagyunk mi olyan nagyon sokan. Csak úgy lehet eredményeket elérni és tetteket véghez vinni, ha jobbító szándék mögé állunk, összefogunk, és annak véghezvitelére egységesek vagyunk. Tanulunk előseinktől, mind elszántságot és mind elhivatottságot. Tanulnunk kell a múlt buktatóiból. Meggyőződésem, hogy Magyarországnak és az itt élőknek a sok nehézség ellenére is stabil a jövője. Érdemes itt élni, érdemes itt dolgozni, és érdemes itt családot alapítani. Jó a történelmi hősökre visszaemlékezni, és úgy gondolom, jó magyarnak lenni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Boldog születésnapot, Laura! Boldog születésnapot! Szóval ezt a csekély ajándékot. No hát,
táncoljanak. Ezen a fegyen szép és felnőttem a kislányomnak és valamennyi barátunknak. Anyám, nem vagyok én rossz fiú, és ezután
fel sem akarjuk azt lenni, de a haza iránt is vannak kötelességeim. És a szülei iránti felelősség? Az nem számít. Mi így belehalunk a bánatba, az aggódásba, te meg valahol a harctereken veszel oda. Hogy gondolod? Szólj rá mégiscsak a te fiam. Hiába minden kérdés, itt már is még semmi. Én már döntöttem, megyek. Minden barátom be az a seregbe, nem maradok én se szégyenbe. Fiam, nehéz szíved ugyan, de nem tételek. Tudom, mit ez egy férfi, ha elhatározásért a valamibe. Féltelek, de megértem, hogy menni kell, én büszke is vagyok rád. Ha mindenkinek szakért kell valami, ki miért ért, hát abba, de tétel senki sem maradhat. Volt valamikor egy régi világ, akkor élt apám, dédapám és nagyapám. Tették a dolgukat, nem kérdeztek semmit. Tudták az életet, jó volt magyarnak lenni. Van nekünk egy zászlónk, mit nem tépheltek szét. A színek maradnak, akármilyen a szép. Álmaimban álmodtam, jó lenne szeretni. Legyen olyan hely, hol jó magyarnak lenni. Legyen végre egy ország, hol a szavakat kimondhatják. Legyen végre sok ember, kik tudják, hol a mennyország. Az lesz az a hely, amit úgy hívnak Magyarország. A csillagok messze, a föld szívébe látnak. Kik hosszú úton vándoroltak, itt hazát találtak. Ha elvették, mi tiéd volt, vissza kell azt venni. Isten újra megérintett, jó lesz magyarnak lenni. Mostantól minden visszafújhatatlan. Kell a katona, kell a fegyver, harangot, ólomedényt adjatok ágyúinkhoz. Katonát, katonát, katonát! A legtávolabbi falvakból is hozzatok harangot Gábor Áronnak, ólomot és rezet. Ne késsetek harangok, percet se késsetek! Leborulok a nemzet nagysága előtt. Ellátásában összeszervezte a nőveinket, ápolják a katonákat,
gyógyszert és kötszereket küldeni a kórházakba. Éppen most is ezért van oda. Sajnálom, most csak fel nem kell beérnie. Jó nap a fiatalok, üdvözlöm. No hát, apus, éppen most beszéltünk róla, hogy alig lát a család. És erre betoppalt. Nem maradok soká, ruhába adok, valami fartozok, akár újra utat el. Hová bejelenték a kémulamat? A Dunántúra megyünk a Szabolcsi önkéntes zászlóalja. De rég dolog, álljon a kegy, fiam. Azt fogjuk tenni bátyám. Nem állok valami jó sajnos, mindenütt megy a túlerőt. Kell a katona, nagyon kell. Igen, tudom, de mi mindent megteszünk, és keményen harcolni fogunk. Aztán a hadiszerencse is forgandó, hát ha megsegít minket a magyarok istenek. Hát ha segítse a magyar ügyünket, sok szerencsét a cím, és térjen meg többé. Viszontlátásra, bátyám. Laura kisasszony, búcsúzom. Néha azért gondoljon rám jó szívvel. Imádkozni fogok magáért is minden nap. Járjon szerencsével, viszontlátásra. Elmenni messze, magasba felrepülni, csapódni kőz, üvegként összetörni. Veled mégis egyedül, állni csak állni szoktam, végleg összeforva, az élben túl egy csontban. Elmenni messze, lemerülni mélyre, élni napról napra, levegőt sem véve. Feled mégis egyedül, állni csak állni szoktam, végleg összeforva, az életen túl egy csapban. Elmenni messze, a rászorulókon. Életeket mentettem, bárki is legyen az illető.
Asszonyom, nem tisztem az ön megítélése. Neheztelését majd az új kormány fogja kifejezni. Nekem a férje ellen van elfogadni parancsom. Ha jól feltételezem, már időben elhagyta a házat. Nem jól gondolja az úr. Nem hagyná családját végtelenül, milyen változó időben. Tehát, ha helyesen értelmezem, nem menekültem? Nem menekültem. Itt vagyok. Hát azt elég rosszul tette kedvesem. Miért tettem volna máshogy? Mert a lázadók oldalára állt. Én nem álltam sehová, csak tettem, hogy a kötelességet. Azt kötelesség, ha valaki elárulja a cseppet. Miért? Mert magyar vagyok és van hazám. Ha jól emlékszem, ön katona volt. Hova tovább egy ezerbe szolgáltunk? Én jó katona volt. Jó vas. Hogy kellett ilyen egy ilyen katona? Ezt ön nem érteti. Mert nem tud nagyon érezni és gondolkodni. Tudja a büntetést, mi jár ezért. Igen, tudom, és vállalom. Akkor kövessem. Elbúcsúzhatok a családomtól? Tegye azt, uram. Isten áldja. Mi tudjuk, hogy ártatlan vagy. Vigyázzatok. Imádkozni fogok érte. Az ország elvétetett tőlünk. Elvétetett a hatalom, és a dicsőség is elvétetett. Felbontatom, és eltöröltetett közöttünk minden földeket elég. Térdik borban és ebik hangban. Mi mégis a te nemzetet maradtunk, Petőfi nemzete. Mert megmaradtál te, és benned megmaradt az ország. És a hatalom, és a dicsőség is, a mi dicsőségünk. Most és mindenki. Az ország megmaradt, ó, nem a földi ország, szenvedős, könnyekkel áztatott. Nem az. Ami világtól elfordult szemünk ki, bár a földi ország égimását te benned keresik. Honfoglalunk, te vagy. A őseid csak földet hagytak ránk, te ránk hagytál egy darab neked. Egy örök rész a hordborok fele. Álmaiddal benépesítettél egy új hazát. Szabadság és szerelem gyarmatát. Egy magyar csillagot. És megmaradt a dicsőség is. Ó, nem az oktalan kevékedés, világszín előtt hetvenkedő magyarkodás. Ez más. Ez más. Nagyon-nagyon zuhantunk, de megmaradt a büszke öntudat. A te öntudatod, a mi öntudatod. Ha Balsósverten, ha Koldusz szegényen, vagyunk, és akarunk még lenni. Oh, yeah.
Engedjék meg, hogy megköszönjem szerintem mindannyiunk nevében az általános iskolás gyerekeknek ezt a megemlékezést a nemzetünknek alkalmával, és hogy a történelmi tudásunkat bővítették szabolcsi eseményekkel, mert még jó magam sem tudtam ezekről a régiumban történtekről, ugye kiderült, hogy innen is voltak bőven, akik vérüket áldozták 1848-49-ben Magyarország függetlenségéért. Én abban bízom, hogy ez nektek legalább akkora élményt jelentett, mint nekünk, és abban is bízom, hogy tanultatok abból a magyarságtudatból, amelyet most ilyen bátran és lelkesen itt nekünk átadtatok. Nagyon szépen köszönjük, és engedjék meg, hogy megköszönjem Bata Hajnalkának a segítségét, a munkáját. Nagyon szépen köszönjük. És Belinszky József tanárunknak, aki már több éven keresztül segíti nemzet ünnepünkön ezt a színvonalas rendezvényt, amelyet ma is készítettek számunkra, és kívánjuk, hogy a jövőben is tudjunk együttműködni, hiszen példanélküli ilyen kis településen én úgy gondolom, hogy egy nemzeti ünnepen ilyen színvonalas műsort tudnak a gyermekeink előadni. Nagyon szépen ünnepségünk végén kérem, énekeljük el a szózatot.